Üdvözlöm a Biztonsági Zóna nézőit! Mai adásunkban folytatjuk a Ferencvárosi Küzdősport Egyesületeket bemutató sorozatunkat. Itt, a Telepi utcában, a Ferencvárosi Küzdősport Centrumban, ahol egy kempó edzésen veszünk részt. A kempó nagyon-nagyon komplex harcművészet, pontosan azért, mert a leghatékonyabb technikákat ötvözi, ezért mi az álló küzdelmet levisszük földre, a földön domináló küzdelmet pedig fölhozzuk állásba. Ennek alapján nálunk megtalálható az állóharc, a földharc, megtalálhatóak a dobások, megtalálhatóak a tradicionális elemek, mint például a kata, tehát nem csak a küzdelmi, hanem a formagyakorlati rész is jelen van nálunk. Foglalkozunk fegyverekkel, hiszen ezek is sajnos előfordulnak az utcán, és ezekre is fel kell készítenünk a kempókánkat. És nagyon-nagyon hangsúlyos nálunk az önvédelem, mert azt gondoljuk, hogy egy kontrollált szint mellett bárki ígérhet bármilyen önvédelmi tanfolyamot, az nem fogja valóra váltani az elképzeléseket vagy az igényeket, anélkül, hogy a testi és a lelki fizikumot kihasználva tanítanánk meg ezeket a technikákat. A mai edzésen önvédelmi oktatást fogunk tenni, most ütés elleni önvédelmet fogunk nézni kitéréssel, és ebből nagyon gyors és egyszerű technikákat, amelyek utcán is működhetnek, akár kisebb testsúly mellett is. Ugye, hogyha utcai szituáció van, azt érzi azért az ember, hogy balhé van. Jó? Ilyenkor mindig elkezdem vakarni az államat. Ugye, én sem vágom le soha a szűrőt teljesen, azért, hogy legyen miért vakarni. Miért vakarom az államat? Hogy fönt legyen a kezem. Mert ha hold a csap, akkor én már is nekem fönn van a kezem. Míg hogyha én azt mondom, mit mondtál? Hopp, odaadtam a kiütési pontot neki. Oké? Okay? Nagyon fontos, figyelj, kilépek és belépek a lábam elé. Tehát nem maradok bent 12 óra között, nem a két lába között lépek, hanem kilépek és benn vagyok a lába között. Oké? Okay? Jó? Egy, kettő. A képzés folyamán a legalacsonyabb önvédelemtől indulunk a legmagasabb. Kezdünk mondjuk egy agresszív kézfogás, amely bárkivel előfordulhat, mégis ártatlannak tűnik, egy kabátfogás, egy kabáthajtók, egy lökés, egészen addig, ahogy már fejlődnek a kempókák, hogy ütések, rugások, még gyors mozdulatok elleni önvédelmek, utána több emberes önvédelmek. Megfogják a kabáthajtókámat. Ugye miért fogják meg a kabáthajtókámat? Azért, hogy lefelé húzzanak. Egy, kettő, megtámasztanak egy maflásra, három, eltoljanak engem a falhoz. Ebből adódóan mi az, amit nem fogok csinálni? Nem rugok, hogyha tolom. Nem rugok, jó? Lehet, akkor semmiképpen ne rugjunk ebben a pozícióban. Azért, mert éppen elkezdnék rugni, amikor ő éppen elkezd tolni, és marha nagy bajba kerülök, mert megyek a földre. Jó? Hanem az én azt csinálnám, hogy picit begyökeresztettem a lábamat, ugye fönn van a kezem, mert félek attól, hogy egy marha nagyobb be fog somni nekem. De én ezt megelőzöm, hopp, nézd meg, arcba belenyúlok. Nagyon-nagyon kevesen gondolnák, hogy ezt megcsinálom, pont ezért megcsinálom. Jó? És itt az egyik kedvencem, mi az, ami nekem itt most tökéletesen szépen tisztán ott van? A szegcsontja. Puff! Oké, oda bele lehet tolni a szegcsontba egyet. Jó? Beletoltad a szegcsontba. Itt, ha már megvan, az ember egy kicsit összép húzza magát. Szépen kinyúlik a keze, ráfogok a saját gímre, és innen leütöm a kezét. Egy, kettő, három. Számomra a legfontosabb tanítás a kempóban a legrosszabb helyzetben is nyújtsd a legjobb formát. Számos esetben napokban, minden napokban előfordul az, hogy az ember olyan helyzetben, olyan szituációban találja magát, amelyben nem találja magát komfortosnak. És ebben is a kempó erőt ad, és nem elhagyja magát, hanem arra ösztönöz, hogy a lehető legjobb formával jöjjünk ki ezekből a szituációkból. Látom azt, hogy neki kifelé áll a könyöke. Ez nem egy természetes fogás. Ez egy ilyen amerikai így lövök akciósorozatból vett utaság.
az ember úgy van kitalálva, hogyha erre hajlik a keze, és erre meg van nyúlva, akkor ezt nem szereti, ezt a mozgást. Ugye? Nem szereti. Jó, tehát hogyha ő egyszerűen így fogná meg, ne így fog meg, így fog meg, így. Jó, tehát ha egyszerűen így fogná meg, akkor ezt ennyire egyszerűen nem tudná megcsinálni, mert innen kéne át az egészet átbillentem, hogy megcsináljam ezt, de most a Dávid nekem ezt a erőködést megspórolta. Én 2007-ben kezdtem el a kempót, még gyerekkoromban. Ide jöttem le egy földharc edzésre, és az első edzésem pont egy földharc volt, és ez így egy életre így belém égett. Ott így eldöntöttem, hogy itt a kempó maradni fog. Mindig érdekelt valamilyen harcművészet, és legjobb barátom, ugye Mosár Dávid, ő beszélt rá még a kempóra, szóval így mondta nekem, hogy ő is járt, meg így, szóval néha egy kesztyűztünk, meg ilyesmi, és így megtetszett. És akkor lejöttem ide a Palihoz, szóval így interneten láttuk anyával. Szóval már itt vagyok egy ilyen három év. Úgy éreztem, hogy ez az a stílus, ami legjobban azt szimulálja azt, hogy milyen egy valós küzdelem az életben. Az első edzésem ebbe is álltam, és azt tetszett meg. Nagyon intenzív kardioedzés, és az összetettsége, tehát földharc, állóharc, formagyakorlatok, fegyveres harc, önvédelem. Azért is kezdted egyébként, mert úgy érezted, hogy esetleg szükséged lehet akár az utcán erre a tudásra? Hát igen, egyfajta feszültséglevezetés is volt, meg szükség is volt igen a tudásra, mert régen ez még azért nem volt ilyen szép környék, mint most napjainkban, úgyhogy akkoriban ez még aktuális volt, igen. Milyen a társaság, milyenek a többiek? Egy kicsi kemény magban, nagyon összetartó, nagyon jó srácok lehet számítani rájuk, igazából ez egy elég, tehát küzdősport, nagyon kell figyelni egymásra, és teljes bizalommal vagyunk így az edzőtársakkal. Nagyon jó a társaság is, ugye a Palit is nagyon szeretjük, szóval tényleg jó edző. Meg ugye szóval nem az van, hogy tényleg ilyen szóval halálig edzünk. Mindenkinek a saját korlátját feszegetjük épp úgy, ahogy neki jó. Szerintem azért itt a teremben egymásnak olyanok vagyunk, mint egy család. Ugye maximálisan meg kell bíznunk a másikba, hogy nem fog minket megölni. Totálisan megbízunk egymásba, és segítjük egymást, ahogy tudjuk. Okay.